A nyár a fesztiválok időszaka, és nagyon-nagyon leleményes módon egy-egy régió, egy-egy térség, ugye itt Magyarországon is megtalálja azt a finomságot, azt a tájjellegzetességet, amik köré nagyszabású programokat lehet építeni. Nos, így van ez Újfehértón is. Azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják, hogy Újfehértó többek között a rettenetesen finom megyről, és az abból készült megypálinkáról is híres. Szeretettel köszöntjük polgármester urat, Nagy Sándor urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát harmadik ízben rendezik meg ezt a bizonyos újfehértói fürtös megyfesztivált, amely gondolom, hogy az egyik legérdekesebb, vagy legalábbis legszínesebb és legízletesebb programja a településnek. Mit kell tudni erről az esztendőről? Miben lesz különleges, mitől lesz érdekes azoknak, akik ellátogatnak majd önökhöz? Természetesen minden alkalommal igyekszünk valami újabb résszel bővíteni ezt az egésznapos programunkat. Az érdekessége az az egésznek, hogy ez levédett volt ez az újfehértói fürtös fesztivál szó, és a tulajdonosa az önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta, hogy használhatjuk és annak szellemében elkezdhetjük ezeket a fesztiválokat szervezni. Nyilván, ahogy előrébb haladunk az időben, annál színesebb programok kerülnek megrendezésre. Érdekes módon a testvértelepüléseinket is rendkívül érdekli, hiszen többek között főzési lehetőségeket is biztosítunk, és lengyel testvértelepülésünk már másodszor vesz részt ezen a programon, de Romániából is két testvértelepülésünk, Magyar Décse, illetve Kiskereki az, aki színesíti majd a saját főzési tudományával, a saját ételeivel a programot. Természetesen reggeltől kezdődően a délelőtt az a újfehértói civil szervezeteké, gyermekprogramok lesznek, a újfehértói gyerek és felnőtt együttesek különböző műfajban lesznek, akik fellépnek, elindul a főzőverseny, én úgy gondolom kóstolási lehetőség lesz, kitelepül a keleti gyepű, biztos vagyok benne, hogy az ő sátruk és az ő bemutatójuk, illetve íjászkodási lehetőség az nagyon érdekes lesz a résztvevők számára, és én azt örömmel tapasztalom, hogy a közösségi oldalakon látható visszajelzés, illetve a saját honlapunk visszajelzése alapján azért most már megyehatárt, biztos mondhatom, hogy a megyehatárt átlépte a programnak az inger küszöbe, és nagyon sokan fognak jönni a szomszédos megyékből is. Délutántól aztán nevesebb fellépők is sorra kerülnek, ha Keresztes Ildikót hadd említsem, vagy este fénypontja a Hooligans koncert, és természetesen egész nap Ugráróvár, különböző játék lehetőségek a gyerekeknek. A programok ingyenesek. A egész nap folyamán én úgy gondolom, hogy ez is egyfajta lehetőség arra. Kóstoltatni szeretnénk. Lesz egy helyi ízek utcája, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy bemutatkozzanak a helyi sajátosságú termékeink, illetve vannak helyi védjegyes termékeink, ők is őket is be fogják mutatni, és természetesen ott is lesz kóstolási lehetőség is. Ugye most itt a nézők a korábbi fesztiválokból látnak egy-egy ízelítőt gyakorlatilag, hiszen az ízek is, ugye itt vizuálisan megjelennek a finomságok. Az ember ugye mindig a pálinkára asszociál, már főleg, hogyha itt a megyről van szó, és hát tudjuk, hogy azért nem csak a településnek, de tényleg az országnak is nagyon sok szép eredményt hoztak ugye a pálinka főzők, tehát megyből sok mindenki készül, de hát természetesen, hogyha a gasztronómiára gondolunk, akkor is ugye rettenetesen sok minden készülhet. Ha már itt említett a polgármester úr a helyi ízeket, a helyi sajátosságukat, mik azok az ízek, amire mondjuk az újfehértóiak tényleg büszkék, vagy úgy tekintenek arra az ételre, mint a sajátjukra? Két-három dolgot említenék meg, hogy stílusosan a megyről beszéljünk.
helyi védjegy oltalmat kapott, a megylekvár nálunk, amit egy kis termelő állít elő, illetve a maga a Natur megyszörp szintén, ezt az önkormányzat kóstoltatni is fogja. Helyi védjegy alatt van, vagy helyi védjegyet kapott a különböző füstöltáruk, egy kis termelő a Nagy Zoltánnak a jó voltából. Van paprikánk, ami szintén helyi terméknek minősül, ez most őrölt piros paprikáról beszélek, mind a két típusban, az édesből is, illetve az erősből is. Nyilván ez kóstoltatás szempontjából nem annyira kellemes, bár vannak nagyon bevállalósak. De akik. Én biztos vagyok benne, hogy a főzés során azért több csapat fogja felhasználni ezeket a termékeket. Van még nagyon sok minden, bemutatkozik, mindet meg lehet ismerni benne, és én abban bízok, hogy jövőre, ha újban megrendezésre kerül a fesztivál, akkor már újabb 6-8 termékkel bővül az a paletta, ami helyi védjegy alatt van, helyi terméknek minősül. Amikor itt nemrégiben egy hasonló fesztiválról beszélgettünk itt Nyíregyházán, akkor kérdeztem képviselő asszonyt, hogy mennyire ragadják meg az ott élők a lehetőséget, hogy akár a problémájukról beszélgessenek, akár kérdéseket tegyenek föl. Én úgy gondolom, hogy egy kisebb településen ehhez nem is kell egy fesztivált szervezni, hiszen valószínűleg sokkal élőbb kapcsolata van az embereknek, mondjuk a vezetőikkel, vagy akár polgármester úrral. Tehát igazándiból azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tudnak ilyenkor tényleg hátradőlni, ellazulni, és egy kicsit beszélgetni, lazítani, amire azért olyan kevés lehetőség van ebben a rohanó világban, ahogy szoktuk volt mondani. Nyilván két része van ennek a történetnek. Egyrészt vannak olyan alkalmi baráti társaságok, akik összeállnak, eljönnek, főznek, szórakoznak, egész nap programon ott vannak. Van egy nagyobb rész, aki szintén eljön, ha másért nem eljön azért, mert az unokája szerepel, a gyereke szerepel, vagy fordítva a nagymama szerepel, vagy a nagypapa szerepel, ez azért megmozgatja az embereket. Megmozgatja az embereket, és nyilván, ha már ott vannak, és lehet, hogy nem találkozott két hónapja Juliska nénivel, akkor megállnak, és olyan jó ízű beszélgetéseket lehet egyébként hallani menet közben. Én úgy gondolom, hogy a városvezetés szempontjából is fontos azzal együtt, hogy természetesen együtt élünk a várossal, tehát azért gyalogjárok be dolgozni, úgyhogy azért reggel nekem elkezdődik, hogy kiléptem a kiskapun a munkaidő. A munkaidő. A rendelés. De az is igaz, hogy a délutáni esti fellépőknek a neve, a népszerűsége, az azért még rá fog tenni egy lapáttal. Tehát én elég komoly tömeget várok, azt szeretném mondani ezekre a programokra. Nos, egyet felejtettünk elmondani, hogy mindez 7-én kerül megrendezésre. Mondjuk nem gond, hogyha holnap a szombati napon itt előzönlik akár Újfehér utcait, mert szerintem ezekből a finomságokból lehet találni ezen a hétvégén is, de azért akkor koncentráljunk a júliusra, július 7-én. Csak egy fél mondatot engedjen meg, szerkesztő asszony. Holnap is van fesztivál Újfehértón, 10 éves a Gépész Kovács találkozó, úgyhogy... Na hát erre ráéreztem. Úgyhogy erre ráérezett teljesen. Hát akkor kívánunk ehhez is sok sikert, és nagyon sok vendéget, és jó mulatást mindenkinek, aki ott lesz majd ezen a fesztiválon. Köszönjük szépen, polgármester úr, kellemes hétvégét kívánunk önnek is, és természetesen a kedves nézőknek is kellemes hétvégét kívánunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!